Szevasztok! Enótria! Renaissance Souls-like játék. Luigi Pallos. És nem tudom, tehát egy... Azt mondják, hogy a zene lesz valamilyen szempontból a központban, meg hát olasz a játék, és ilyen reneszánsz jellegű cuccot kell elképzelni. Én körülbelül egy másfél percet láttam a játékból eddig, tehát fogalmam nincsen, hogy mivel állunk szemben. Annyit tudok, hogy ez egy Souls-like játék. Aztán, hogy ez most konkrétan mit akar, meg hogy mi ez az egész, hát gőzöm nincsen. Nem is állítottam semmit. Micsoda epikus muzsikait már a legelején. Nem is állítottam be semmit. Mit állítottam be? Semmit. Na jó. De most se! Haló! Na jó, van mindegy. Na figyeljetek! Itáliai Souls-like, így van. Renaissance Souls-like. Jaj, ne! Ne, nem jó! Nem, nagyon nem jó. Várjatok, a tutoriál. Hol lehet visszamenni? Hol lehet visszamenni a... Visszamenjé! Hol lehet visszamenni? Ja, itt van. Main menü. Ez lesz az. Na, egy új játék. Nem akarom a tutoriált skippelni. Kezdetben vala a csend. Aztán megszületett az első hang. Az első hang, amit senki nem volt képes meghallani. A valóság tükröződése volt ez a hang. Jó néz ki amúgy ez a kis bevezető. Nem olyan elképesztő látványossággal gurít, de hangulatos, abszolút. Nyomokban Elden Ring elemeket tartalmazhat. Igen, egy kicsikét, hogy mondjam, így a sztori az nagyon-nagyon hasonlóképpen támad. Már ha értitek, hogy mire gondolok. Azt mondják, hogy a maszkok azok nagy jelentőségteljességgel bírnak. Aha, ez lennék én. Ez micsoda? Jön a virág. The tree of change bears fruits. Uha, de fura feje van a bácsinak. Ébredj, maszk nélküli. A színpad készen áll. Aha! Jó, hát bele is dobtak minket itt a sűrűjébe. Ez vagyok én. Hát nagyon szarul nézek. Mi ez, valami Pinokio, vagy micsoda? Aha. Hát amúgy... Amúgy elég jól fut. Azt mondja, lehet lokkolni target. Aha, tehát ez szokásos light attack és heavy attack. Jó. Lájtatak, heavy. Ja, hogy ez borult is. Kicsit megzavart, hogy látszódott még a... Aha, tehát lehet dodzsolni. Úgy kell dodzsolni, hogy így kell dodzsolni? Így mi? Hello! Aha. Jó, hát ez még a tutoriál, tehát valószínűleg azért ilyen... Aha, left, úgy kell perizni.
Aha, tehát ez most egy sikeres peri volt? Hát ez is meghat. Most hogy perizzek hármat, hogyha... Ja, lesz még egy belőle, oké. Na várj, akkor perizzünk. Várjál, hogy... Na most mi van? Ó. Jó. Ez remekül sikerült. Nézd meg, és van még, annak már nagyon nagy a pöngéje. Most mit akar ez? Várja, azt mondja, hogy azt mondja, state. Aha. Jó. Ez nem sikerült ez a szúrás, mi? Most kellett volna valamit csinálni? Aha, itt van a nagy agyonverés. Igen, lehetősége. Szuper. És most? Oda nézd már, milyen jól néznek ki ezek a kis fa tököm tudja mi csodák. Ugye? Bizony. Várjátok egy pillanatot? Van egy olyan sanda gyanúm, hogy itt állítunk egy keveset. Lehet, hogy lekorlátozzuk ezt 60-ra. Nézzük csak meg. Aha, mindjárt másabb a helyzet. Jó van. Az nagyon jó. Hát főleg, hogyha nem érsz el odáig, akkor meg aztán pláne. Ezt most sikerült perrizni, szerintetek? Mert... De fogalmam nincsen. Már agyonverjük ezt is. Jó. Hát eddig ez, hogy mondjam, nem tűnt olyan nehéznek, és akkor most kellene hílelnem, de hát nem akarok hílelni, hát alig hiányzik a HP. Mit, hogy híleljek? Így hílelek? Így hílelek. Híleltem. Aha. Milyen aranyos, amíg meg kell néznem néha, hogy most akkor melyik az a. Hűha. Az valami nagy gonosz lény lesz, nem? Azt nem értem, hogyha próbálom lokkolni, na most már lehet lokkolni. Ez nagyon jó lesz. Juha. Ja, jó van, oké, akkor ezt szokjuk még egy picikét, akkor perizni is kell. Oké, inkább a perivel operáljunk, mint a dodge-al. Rohadtul nem. Morte! Azt nem tudom, hogy mivel operáljunk, mert most egy jó megdöglöttünk, de nem tudom, hogy az micsoda? Na várjál, lehet, hogy föl kell venni azokat a cuccokat? Húha, várj, ez kétszer támad a rohadék! Húha, ez így nem lesz meg. Hát főleg úgy, hogy nem lokkoltam. Az egy ilyen kétszer támadós legény ez. Perire érez rá, hozzászoksz úgy sima liba, azt mondjátok? Aha. Jó. Jó, hát jó van. Aha. Hát inkább a perivel foglalatoskodjunk. Aha. Ja, lehet, hogy mondtok valamit. De ilyenkor miért nem kapja a sebzést a rohadék?
Mi, hogy ilyenkor megint lokkolni kell? Anyád valagát, nem akarlak lokkolni megint. Aha, igen, itt szerintem kevésbé a dodge-al kell operálni, mint mint inkább a perivel. Hát jó. Hát végülis meghalt. Végülis meghalt. Igazatok volt, igen, inkább a peri. Inkább a peri. Arra leszek kíváncsi, hogyha lesznek mondjuk erősebb ellenfelek, akkor ez a perizés mondjuk menni fog-e, vagy lesznek majd olyanok, amelyikek tök mindegy, hogy mi van, hogy perizel túlütnek a francba. Open a loadout menu, change your equipment. Nagyon jó. Hogy lehet akkor? Uh-huh. Navigate to loadout. 2. Jaj, lehetnek különböző presetek, vagy hogy? Igen, és akkor én most itt mit csinálok, csókolom? Tehát, hogy így... Mit tudok én itt megnyomni, vagy... Aha... De figyeljetek, itt valami nekem nem teljesen világos, hogy... Y, vagy... Mit kéne nyomni? Mask of Change. Jó, hogy ezt most már föl tudom venni. Aha! Jó, Stage Greatsword. Perry Gems, az inventory. Nagyon jó. Unpolished Gem, Hardened Stone. Aha. Drunken Sword. Tools Inventory, Cobblestone. Aha. Path of Innovators, menü, akkor Jézus már. Mi történik itt? Mi ez? Grácia Path. Ja, gondoltam, hogy ilyen lehet csinálni ilyen loadoutokat. És akkor szereztünk 3 ilyen bizbaszt, és ezt el tudjuk költeni. Jó. Jesszusom. Mhm. Uh-huh. Hú, te bánad. Meg még mit ne? Soldier, de biztos, hogy ez a soldier, az nekem jó lesz, igen. Határozottan. Reality, not. Aha, és akkor most mehetek. Hát körülbelül ilyen. Na ez meg már megint mi? Aha, és akkor tudok... Ja, és akkor... Na várjál, ez 3 különböző féle fajta figura, hogy bármelyik lehetek, de hogy ezek mitől mások? Tehát, hogy így... Ador Burst-öt tud csinálni. Ezzel nem akarok lenni, mert ez nagyon csöves. És akkor ezzel tudok lenni. Uh-huh. Hát nem tudom. Az remek volt, igen. Uh-huh. És... tehát ki tudom rúgni a falat. Hát ez bámulatos. Ó! Hát ja, persze, gondolom, hogy bizonyos helyzetekben a játékhoz majd egyik-másik félefajta karakterre lesz szükség, ez oké. Okay. Ez önben is van, csak hogy ezek mit tudnak, meg mitől mások? Ez itt a kérdés. Hát ez folyamatosan tanít az elején. Viszont ami... Fatuo... Defense is made immune to fatuo damage. Aha. De sebezhető a gráciával. Az nagyon jó. Try infusing with weapons with gracia, using gracia lines to deal
Aha. Hát jó. És ez hogy lehet? Hogy... És Y? Ugye? Ja, de most nem lehet, mi? Hát de nézd meg, ez ne, nem tud visszaütni konkrétan. Jó, csináljunk most egy olyat, hogy egy ilyet. Ez lesz az, ugye? Igen. Na és akkor most kell agyon verni, úgy igazán. Hát de szeretnék harcolni és nem olvasgatni, jöttem, csezd meg. Hát mit akar ez még máit? Hát nem igaz. Egy könyvet kell elolvasni, mire lehet itt agyabugyálni. Aha, tehát hogy még híled is a rohadék? Nagyon jó. Ja, hogy ez meg is. Legközelebb leveszek egy könyvet a polcról, mit tudom én, Asimov egész robotika univerzumát, és akkor jövök nektek streamelni. Hihetetlen. Hát meg még majd még mit nem? Jó, persze, nyilván most csak viccelek, bele kell szokni a játékba, meg egyáltalán, meg mit tudom én, de hát azért, na. Hey! Ezt jól elcsesztük. Na, hogy vágd le már a hülye fejét, úgy. Hát amúgy igen, Zimokas, hogy ilyen feladatok elé állítani Lajost, hát azért ez minden csak nem fair. Minden csak nem fair. Rohadtul nem fair az egész! Na. Most... Figyeljetek, merre menjek amúgy? Nézgelődjünk itt, vagy várj, le lehet ülni valahova? Van mentés, mert itt láttam itt ezt a bigyót, ezt most nem tudom. Nem tudom. Jaj, igen, ott egy kicsikét jobb. The primal element. Jó van. Aha. Jó. Ide le kéne ugranom, szerintetek? Meghalok? Vagy mi? Leugorjak, vagy ne? Érdemes? Vagy inkább ne? Mi sebez mire? Ja, látom, ott vannak ilyen ikonok, mindenféle dolgok. Jó, hát persze, nyilván, hogyha érted, 30 órát játszunk vele, mindent fogunk tudni a játékról, tehát félreértés ne essék. Eddig nagyon szimpatikus amúgy a koncepció. Az biztos, hogy itt nem a dodzsolás lesz az, amivel nagyot lehet menni. Egy kókusz, hát szép estét, hello. Na most ez itt mi ez? Na várjál, hát én itt voltam, nem? Nyomok egy resztet. A rohadja, meg nem jó, várjál, még egyszer leülök. Úgy. Jó, nézzük meg ezt, tudunk most már level up-olni? Fixed a battle mage, is a... Hát én ez leszek. Egyértelmű. Aha, tehát ezt a memóriát lehet amúgy erre költeni. Nézzük, ez a health-emhez ad, meg a defense-emhez. És még mihez? Status power. Jó. Nézzük meg az a szint is, hogy attack power. Aha. Elementalist, defense-re, trickster staminára ad. Battle Mage, az pedig az Ardor Power. Aha. Jó. Hát akkor ugye úgy kéne ügyesen elosztani, hogy 1, 2, 3. Hát ennyi. Ennyi. Ezt tudtam én most, hogy mondjam, intézni nektek. Ez így jó?
A franc se tudja, érted? De gondolom biztos jó, hát sikerült. Jó. Aha. Gyerekek, hát ez, na, hogy mondjam, ez most így egyelőre eléggé kaotikus nekem, de azt tudom, hogy nem ebbe az irányba megyünk szerintem, hanem inkább ebbe vagy ebbe az irányba, ez valami. Hát mit tudom én, nem tudom. Ezeket mind meg kéne nézni, hogy ezek mik. Mindegy, játszunk egy kicsikét vele, aztán majd még agyusztálunk rajta, hogyha kell. Ez most az a helyszín, ugye, ahol itt már egyszer megdolgoztuk azt a betyárt. Az volt, ugye? Gondolom. Hogy volt? Ja, hogy már vissza nem lehet menni? Ó. Várja, futásabb úgy van. Ez most mit csinált ez a hülye? Mi? Hú, valamit csináltam, amit nem kellett volna. Tehát az biztos, hogy nem híleltem, hanem valami más csináltam. Mit csináltam? Mi volt ez? Figyeljetek már! Itt kezdődött a buli, nem? Tehát én most lehet, hogy visszafele megyek. Valószínű. Igen. De... Az hogy tudom azt produkálni, érted? 38 évesen lediplomáztam meg minden, de hogy konkrétan, és ráadásul kiváló szociokulturális háttérrel rendelkező családban nőttem fel. Hogy lehet az? Hogy a rosszabb lehet az, hogy a játék tutoriál módjába eltévedek, baszki? Hogy? Hogy csinálom én ezt? Na várj, Ador Burst. Nem ez az? Nem ez az. Akkor mit kell csinálni? Nem ezt. Hát. Hogy kezd izé? Ne csináld ezt! Ne, azt se csináld! Anyád valagát. Folyamatosan izé csinálok dolgokat, amiket nem kéne. Nyomok is egy resztet, de... Deszkát ki kell rúgni, az rendben van, de hogyan? Hogy kell azt? Hogy rugom ki a deszkát? Ja, mert ilyenkor megfordítja a karakter, azért volt ez fura. Jó. Hogy kell kirúgni a deszkát? Így mi? Jó. Kirúgtam. Nem volt egyszerű, de kirúgtam. Nagyon jó. Ez az? Na jó. Jó, egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon, ha ezeket a hordókat itt széjjel baszkurálom, akkor vajon van-e benne valami? Semmi az ég egyetemileg a dobozba. Dobozba sincsen. Jó. Talpald meg. Megtalpaltam. Figyeljetek! Szerintem be kell ugrani oda a borba, nem? Az ilyen borszerű. Uhú. Dizzy. Aha. Hát jó van, akkor köszönjük. Whee! Jó, tehát akkor nem itt kéne harcolni, ugye? Gondolom én. Mert ez mi ez? Nem tudom, de fölvettük. Tehát itt, hogyha jól látom, akkor autolút van, ugye? Ezek kicsodák, kik vagytok? Haló? Nem, ők már nem élnek, vagy nem tudom. Hunting not. Ki kell bogozni itt a dolgokat? Ha? Hű. Corda risonante. Nem tudom, mintha egy az étlapról választottunk volna valamit egy olasz étterembe. Ez körülbelül olyan volt. Valami risonante. Nem tudom, az... Az vegán? Vajon? Vagy... Mi, hogy... Mi? Vár csak fegyvert?
Hüha. Itt a napraforgók között fogunk kujtorogni. Állokkoltam a mentési pontot. Ez az. Na várja, akkor viszont le kell ott érdelni, vagy nem kellett érdelni? Már megvan, ugye? Nem kell. Nem kell. Biztos nem kell. Fullos vagyok, nem érdemes visszamenni, csak állokkoltam. És akkor itt a napraforgók között majd így, nem tudom, előre. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz itt. Bármi is az, Lajosnak kettő kell be. Ez így van, pontosan. Ezek ki, nem tudom, helyiek vagy falubeliek? Na. Aha. Ezek gonoszok? Vagy velünk vannak? Ezek gonoszok, nem? A gonoszok. Ezek gonoszok. Ezek gonoszkodtak itt a rohadékok, de... Ne maradj a földön, mert kapod a következőd. Ott is vannak, ott is egy. Meg ott fönt is egy, hát egy... Na, az nagyon jó. Hüha. De figyelj, ennek már kicsit, mint hogyha több HP-ja lenne, vagy valami hasonló. Valaki engem fölülről lő, basszus. Várjál, hogy ott van a rohadék. Ne! Az anyádat, hogy... Ja, hogy itt kéne dodzsolni, nem? Hüha. Jó, szerintem itt fogunk hílelni egy kicsikét, mert aztán még balhé lesz a dologból. Jó, 5 darab hílünk van. Azzal kell gazdálkodni okosan, ügyesen. Most például azt nem tudom, hogy ide mondjuk lemenjünk, vagy itt meghalunk? Meg mi? Hát biztos meghalunk, ha oda leugrunk. Jó, nem akarok meghalni. Azt nem tudom, most erre menjünk, vagy arra menjünk, vagy... Várjál. Lehet, hogy... Tehát vagy fölfele, vagy... Hát nézzük meg, mi van itt fölfelé. Aztán majd szépen elindulunk a másik irányba. Ott van valami nagy állat, azt kéne megnézni, nem? Vannak itt társai? Nincsenek, ugye? Nincsen. Az valami erős. Az valami erős. Erős jószág, nem? Most ez mi ez? Víz defense van. Víz damage. Fatuó. Hát az... Jó, az rendben van, de hogy tudok fatuózni? Azt tudja valami? Hogy fatuózok én? Try to infusing a weapon with fatuó. Nice to deal increased damage. Hogy tudok fatuózni? Na van meg, ez nagyon nem jó. De srácok, nagyon szarul állunk healbe, nem? Úgy érzem. Ajaj, ez egy erős jószág lesz, vagy egy erősebb jószág, azt kell, hogy mondjam. Hogy lehet fatuózni? Ezt hogy kell? Hogy kell fatuózni? Ezt valaki tudja, hogy kell fatuózni? Vagy ilyet nem lehet? Olyan? Nem. Mitől megy majd a fatuó? Azt tudja valaki? Aspect of Soldier, ez nagyon jó. Azt látom, hogy ott a bal felső sarokban, kicsit lejjebb, ott van a fatuónak a... Mi ez az ikonja? De ezt én hogy szedem elő? Vagy hogy megy az? Vagy... Várjál, ezzel ugye kardot variálom. Uh-huh. Aha. Ott a jobb oldali résznél lesz, mint skill. Ez rendben van, de ezt hogy szedem elő azt? Tehát hogy indítom meg
azt a skillt. Tehát, hogy ez hogy lehet? Ja, maszkot váltom. Aha. Na, az hol lehet? Loadoutsnál, gondolom, ugye? Ez lesz az. Hogy a francba változtatom meg a maszkot? Mask of change. Várjál csak, hogyha... Várjál. Hol volt a... Ez lenne az? Piercing with mask? Akkor nem ez az, akkor ez. Ez biztos nem az, ez a maszk nélküli ember. És mask of change. Fogalmam nincsen, de figyelj, három maszkom van, és nem is látom azt, hogy ez a fatúos dolog, az hogyan. De várj, hogy négy skill van, és, ne, és háromféle variációm van a maszkból. Tehát biztos, hogy nem ezt kell csinálni. Tehát valami, mi? Hogy a francban van ez? Mi a szar? Várj, azt mondja, hogy inventory lenne, nem gondolom. Figyelj, nekem itt két maszkom van, és nem tudom, hogy ennek vagy ennek mi köze lenne a fatúhoz. Uh-huh. Tudja valamelyik őtök? Please. Mert én nem nagyon vágom azt, hogy azokat a bal felső sarokban lévő skilleket hogy a francba lehet előhozni. Azt értem, hogy mit kéne bevetnem ellene, csak fogalmam nincs, hogy hozom elő azt, amit be kell vetni ellene. Tehát ezt a fatú, vagy mi a bánatos kis... Micsodát. Longsword, greatsword, mi ez a sok sword? Na várj, juniper sword, mi a pillanat? Ezt is lehet alkalmazni. Há, hogyan? Ezek nálunk vannak? Hát ennek a legnagyobb a DBJ-e, akkor ezt visszük, hát irtózatosan okosan játszunk, de azt értem Ricsi, de hogy lehet fatúozni? Nem tudom, hogy hogy lehet. Hát gőzöm nincsen. Az a baj, most már megint itt vannak ezek a rohadtak. És milyen sokan. De... Ja, ezért kellett volna a heavy-at akkor. És akkor már meglennénk a dologgal. Üssé már, csesz meg! Jaj, nincsen már sztaminánk, de ez a baj. Ah!
Nagyon gyorsan elfogy a stamina. És... ó, a kutya faszát, már hogy ennyien vagytok. És az meg még ott lövöldöz is. Hol a francban van a staminám? Tehát egy ilyen kevés. És el is fogyott, hello. Szerintem healelni kéne egy kicsit, nem? Ja, jó, jó lenne, vagy legalábbis ildomos lenne. Most ugye föl kéne menni ahhoz a faszihoz, de nem tudom, hogy ezzel a fatúval, vagy mi a bánattal mit kezdjünk, és ebből, és addig nem megyek oda, nem érdekel. Jaj! Anyád! Hát erről nem volt szó. Ja, tehát ezt nem sikerült kivédeni, ugye? Ha jól látom. Aha. Oké. Hát az lehet, csak azt nem tudom, hogy azzal a fönti nagy állattal, azzal mit kezdjünk. Mert az ott erős, és ameddig nem tudom azt a fatót, vagy mi az anyámat használni, addig én rá nem megyek, az biztos, mert konkrétan itt izé lesz halál. Ember halál. A perivel lehet tölteni a staminát. Igen, az eddig oké, okay. Ez a fatú. Na az hogy a bánatban van? Azt hogyan lehet előcsalni, vagy nem tudom, hogy mit lehetne vele csinálni. Hogy az, hogy jön elő. Krep, köszönöm szépen a követést. Már resztelek egyet, mert elhasználtam egy-két potiont. Lehet izé level up-olni megint? Vagy most nem lehet? Most nem lehet. Ez a Path of Innovators, ez... mi? 21 van. De jó. Várj, el kéne költeni akkor párat, nem? Malano Elementalist, ez mi ez? Battle Mage. Aha, na ez a Danza de Spada, ez a rész ez engem. Ez a rész ez nagyon vonz. Jó, tehát ezt a két részt fogjuk fejleszteni, ez szinte biztos. Jó, legyen ez. Legyen ez. Stamina is above a certain threshold, your physical threshold is increased. Path of trickery. Mhm. És ráadásul még stackelődik is. Hát srácok, egyszerű a képlet, ezeket fogjuk így ebbe az irányba fejleszteni. De most nagyon úgy tűnik, hogy ha már itt az elején ennyi mindent tudtunk unlockolni, akkor ez a része viszonylag könnyedén meg lehet, nem? Gondolom én. És akkor nem tudom, majd így a későbbiekbe variálod, meg újraosztod, meg mit tudom én, hát... győzöm nincsen. Attól függetlenül ez az előbbi szitu, ez engem nagyon érdekelne, hogy vajon hogy is működik a dolog. Aha, és egyből vissza is töltődött a stamina. Tök jó. Várjon a mask shard. Jaj, ne, már onnan is lőnek a fene. Egye meg! Honnan lőttek? Hol volt? Ja, hogy ott van fönt. Mi?
szemét. Állj az anyádat. Jó van, meg lesz ez. A fönti az egy sokkal erősebb eneminek tűnik amúgy. Aki ellen azt a fújégót, azt a tüzes valamit kéne használni. Úgy sokan vannak ezik. Nagyon sokan vannak ezek itt. Ők nem akarnak lejönni harcolni? Nem, mi? Az nagyon jó volt, bravo! Ja, rosszat nyomkodok, basszus! Hát így aztán nem fog tudni sajnos perizni. Basszus kulcs. Jó, hát ezt még szokni kell, ez nagyon nem az a... Nagyon nem az az Elden Ring-es küzdős akármi. Nagyon-nagyon nem. Ezek itt most mit akarnak? Itt ez valami fabula vagy tammes, amiről mesélnek? Várjál, Ládikó! Loot. Loot. Hát ez loot bizony. Aha, tehát tulajdonképpen, hogyha ügyes vagyok, akkor ezeket két ütéssel meg lehet ölni. Ha be tudunk vinni egy erősebb ütést elsőnek. Na ez mi ez? Canovaggio Glyph. Jó, azt mondja, hogy csinálunk egy ilyet. És akkor valami... Aha, tehát akkor megjelennek ilyen dolgok. Megjelennek a dolgok. Toppantunk egy hatalmasat, megjelenik a dolog. Lehet, hogy nem sokáig jelenik meg, de egy darabig mondjuk úgy kb. Megjelenik, ami elég ahhoz, hogy oda menjünk. Azokat kettem van. Mindjárt ide is toppantok egyet. Figyelj. Megy a toppantás. Most itt fog megjelenni valami. Annyira tudtam. Há! Oké. Okay. Azt hittem, hogy meghaltam. De ez így nem jó. Hé! Hey. Hát... Nem jó. Nem jó. Várjál csak. Tehát akkor ez időkorlátos cucc. Jó. Megy a tip-top. Oké. Átugrunk. Ott is toppantunk. Nagyon jó. Hogy lehet itt fölmenni? Ezt tudja valaki? Nem lehet fölmenni. Várj, hogy ugrani kéne, vagy... Nem tudom. A dolog. Igen, a dolog. Az egy zseniális horrorfilm. Meg ne nézzétek, mert mai szemmel már borzalmas. Tehát, hogy nem akarjátok magatoknak azt a megpróbáltatást. A dolog egy, tényleg egy jó film volt annak idején, csak hát úgy, mondjuk úgy csúnyán öregedett. Na most hol vannak ezek a Jóskapista? Itt van. Ez gyönyörű volt. Mikor rázzák ezt a fákját, vagy mit csinálnak, az nem éppen a legoptimálisabb. Jó. Oké. Oké. Á, itt van Ládikó, de ott bent is van egy Ládikó, azt nekem ki kéne nyitni, csak azt nem tudom, hogy ugorjak át oda. Funeral slash. Ez nagyon jó hangzik. Biztos nagyon kemény, de hogy mire való a funeral slash? Ugye megnézzük, csak előtt át akarok jutni oda a Ládikóhoz. Úgy.
Aha, ez lesz az. Ja, hosszabban kell nyomni, és akkor jó lesz. Nagyon jó. Coastal Harpoon. Ezek skillek lennének? Vagy valami ilyesmi? Biztos azok, nem? Nem lehet ide berakni valamit? Nem mi. Ott rohadjak meg. Kész. Nem lehet. Ez van. Mi jobb alsó? Na. De mit kell vele csinálni amúgy közben? Bocsánat, csak itt ilyen dolgaim vannak egy pillanat. Na. Szerintetek itt az, amit most kaptam, most már több kérdésem is van, amit nem vágok, hogy működik. Tehát fogalmam nincsen, hogy például azt a fuego, vagy mi volt az, tehát ezt a tüzes valamit, ezt hogy hozom elő, hogy ezt a fönti állatot meg tudjam répelni. Jaj! Úristen! De megijedtem, azt hittem, hogy valamelyik itt ölni fog. Ez az egyik. A másik meg, hogy amit például felszedtem, azt például hogy tudom oda berakni, ahol van a többi. Tehát ide például beraknék valamit, de nem tudok. Lehet, hogy nem is oda való. Ja, rest pontnál lehet csak. Értem én. Oké. Okay. Ja, tehát akkor csak rest pontnál működik a dolog. Az ott egy ijász, nem? Vagy valami olyasmi. De... Hello! Juha, meg fog halni. Basszus! Nem tudtam már hílelni. Nyomtam a gombot, mint az áll, de nem tudtam már hílelni. Hát ott rohadjon meg az ilyen. Hát konkrétan meghaltam. Ez szörnyűség. Ez dráma. Ilyenkor elvesznek... Aha, tehát ilyenkor elvesznek... Elvesznek a pontjaim. Istenem, ne csináljuk ezt, ne csináljuk ezt most! Jó, most egyelőre szarok ezekre a rohadtakra, szépen fölmegyek a pontjaimért, nem érdekel. Tehát azokat a pontokat összeszedtem, nem akarom elveszíteni, főleg az elején. Skill trinket kell kitenni, hogy lehessen ilyen buffot. Aha. Jó. Ezért most az előbbiért jó meglakolsz itt, ezt remélem tudod. Jó, azt mondja, hogy hol hagytuk el a cuccost, hogy Harmonia Expansion, vagy Expansion, bocsánat. Itt ez volt az, vagy... Nem. Ez valami nugget. Mi a fene? Mi a fene? Most már fölvettem. Jó, fölvettem. Oké. Okay. Jól tudom, a skill train kell kitenni, hogy lehessen ilyen buffot tenni a fegyverre, mint a fátuó, vagy mi a lila oldalon van, azt hiszem. Áhá! Na várjál csak. Aha. Na várjál csak, és ez hol is van pontosan? Ja, valószínűleg kell majd egy...
kell majd egy rest point, vagy nem tudom, hogy hogy hívják itt. Egy grace, jó? Hívjuk az egyszerűség kedvéért grace-nek, és akkor mindenki tudja, hogy miről szól az. Jó, aztán most jöhetnek ezek a rohadtak itt, ugye? Akikkel itt nem végeztünk még, de majd mindjárt fogunk. Nem is baj, legalább szokjuk egy picikét amúgy a harcot, mert nagyon-nagyon más, mint az Elden Ring, úgyhogy... Ó, a fene egyen. Tehát jobban járnék, hogyha ezután, miután sikerült jól perízni, mi ez? Heavy attackot tolnánk. Ajaj. Szerintem mindenképpen jobban járnánk úgy. Ja. Ja, abszolút, abszolút. Várjál, valaki volt még itt. Jó, hát még itt egy csomó minden van, basszus, amit ebben a játékban meg kell érteni, hogy hogyan és miként várnak el tőlünk. Hú, ez gyönyörű volt. Jó, oké, és akkor ott ugye tovább tudtunk menni, meg mit tudom én. Jó, és akkor most kéne fölmenni arra felé, vagy? Hát vagy a fene tudja. Erre föl, nem? És akkor abba az irányba, mert itt ugye megnéztünk, itt azt hiszem mindent megnéztünk. Igen, azt láttam, Zimok, hogy van egy csomó minden szar nálam. A buzogánytól elkezdve, a lándzsáig, az ilyen kart, olyan kart, mítikus kart, hosszú kart, vastag kart, nagy kart, ilyen kart, kikart, hát szóval minden is. Erre nem, valószínűleg nem megyünk tovább. Jó, ezt megnézzük. Itt szét kell törni ezeket a cuccokat, hogy van benne valami, vagy ez csak úgy van? Aha. A világ első törhetetlen agyagvázája. Hát jó lenne most már egy rest point amúgy valahol. Jó, ez valami erős állat, nem? Hú, ez valami erős cucc lesz. Ammónia szep, az ne kérdezzétek mi. De biztos jó. Anyádnak a valagát már, hogy nem jó. Nem jó. Na most. Most a jó. Oké, okay, cobblestone. Hát legyen ez. Legyen ez is. De most bevette? Nem vette be. Rohadtul nem vette be. Akkor hogy eszi meg azt a szart? Na most így eszi meg, így van. Ammónia szep. Nem tudom, hogy ezek mit csinálnak, de biztos hatásosak, nem? Aha! Aha! Tehát akkor itt a bácsi az elég agresszív, ha jól látom. Hát ez nagyon jó. Tehát konkrétan két ütés, ezt meghaltunk. Ezt így kell elképzelni, két ütésből halottak voltunk. Hát mondhatták volna, hogy vigyázzál. Egy kemény állat ez.
Genshin. Igen, ez legalább nem azt írja ki, hogy you are dead, hanem azt írja, hogy morte. De hát sok különbség nincsen a kettő között, per végső soron a szituáció ugyanaz. Na most ott van, ugye? Ott van. Most ezt fölvesszük, és elmenekülünk a francba innen. nem tudom, hogy ezt hogy öljük meg, hát biztos erős, nem? Majd egy kicsit lejjebb csaljuk, hogy könnyebben föl tudjuk venni a dolgokat. Wee! Ja, hogy én nem periztem. Azt gondoltam, hogy micsoda peri bűvész vagyok, és nem. Ja. Nyomtam a perit, hát nyomtam, de hát szart se ért. Lehet, hogy előbb kellett volna nyomni. Az a baj, hogy ezek meg ugye itt vannak útba, és... Hát, bazd meg. Na, várjál. Uj. Ne hörögjé, nem... Ne hörögjé. Nem, de mennyi HP-ja van ennek a rohadtnak? A másik az miért nem kapta? Az előbb kapta, basszus! Ne! Az még nem elvesztettem a izét. Nem elvesztettem azt a csomó... Na jó van, ott rohadj meg. Ez azért annyira nem volt jó. Jó, mi van akkor, hogyha keresztül futunk rajtuk? Keresztül lehet egyáltalán? A biztos nem, mi? Mert tudja, hogy jönni fognak majd utánam, és meg akarnak ezért répázni. Igen, az a legjobb akkor is az volt, így van, amikor kiírta a játék, hogy te halott. Az a... Várja, melyik is volt? Azt tudom, hogy Half-Life 1 engine-nel ment, nézzek is én utánam a szemét. Half-Life 1 engine-nel ment, és így közösen játszottuk, valami rettenetes baromság volt, de nem volt rossz, tehát el voltunk vele, de kiírta basszus, hogy te halott. Tehát így meg is alázott a rohadék. Na várj, ezt, tényleg megpróbáljuk ezt eltenni lábaló, hát ott rohadjon már meg az ilyen. De hogy... Ja, hogy persze, mert még oldalról lő az a genyó, mi? Szédületes. Ez miből van? Ez miből van? Vagy annyira ráálltam itt a perire, hogy elfelejtettem dodzsolni? Tehát, hogy így dodzsolni is kellene? Vagy? Aha, tehát leperriztem, csak nem adtam be neki a támadást utána. Ja, Isten, és az még jön utánam, de frusztráló. Na, hogy... Oké. Okay. Tudod mit? Csinálok most egy ilyet. Ja, nem tudok ilyet csinálni most. Istenem, és az a büdös hogy izé nyilazik még közbe.
Ójaj. Kicsit szar a helyzet. Meghalt! De hogy halt meg? Hát föléled a rohadt! Ezzel kéne vigyázni, hogy egymás után ilyen sokat izé üt a rohadék. Most mi van? Meghalt? Basszus, meghalt. Jó. Wow! Oké. Okay. Hú, te most megkapod a magadét. Egy csomó álmatlan percet okoztál nekem is, meg a kardos kútiaknak is, te szemét. Jó. És nincs itt valahol egy ilyen nyugvópont? Vagy valami? Biztos van, nem? Hát biztos, hogy erre kell, hogy legyen egy... Az az, nem? Vagy ez nem? Nem az, vagy... Ez az? Hmm. Valaki itt röhög folyamatosan, ennyit tudok, de... Majdnem. Equil, köszönöm szépen a követést, hello. Kisikon megjelenik, ez nem olyan ugyanúgy, mint az Zeldába, csak közelről nyomod be. Jaj, tehát hogy még közelebb kell olyankor menni hozzá, és akkor úgy nagyobb az esélye, vagy meg akkor izét kell küldeni, nem? Tehát nagy támadást. Tehát, hogy heavy attackot. Vissza kell menni, mert ott volt valami kék bízbasz, azt fel akarom venni. Mindjárt futok, mi el fog tűnni ez a szar, valószínűleg mi. Gondolom ez fog történni. Vedetta? Az nem vendetta? Mi az a vedetta? A vendettát azt értem, meg azt ismerem, de hogy a vedetta... Jó. Vedetta? Jó, és most eltűnik ilyenkor, aha. Jó. Most ellenállhatatlan késztetést érzek arra, hogy az itt maradt pár embert azt a földdel tegyem most egyenlővé, tehát bosszúból. És ez most meg fog történni, bizony. Várjál, most ezek itt újra termelődtek, mi? Rohadtak. Van meg, nem jó. Kezdjük ezzel, mert ennek itt... Hát ez gyönyörű volt. Ja, hogyha esetleg lokkolnám, még jobb lenne. Jó. Hát szervusz kérlek. Hát valami olyasmi harc rendszer ez, amire nekem speciál, nem tudom, így Eldering után, meg a Wukong után baromira nehéz így ráállítani az agyamat, hogy itt a Perivel kéne foglalkozni. Tehát, és azért is megyek vissza, mert egyrészt ugye az XP, másrészt meg... Hogy mondjam, tehát azért nagyon, nagyon akarom szokni ezt, hogy most ez hogyan és miként kell, meg milyen módon, már hogy a küzdés, mint olyan. Na úgy. Ezekkel, jaj! Nabam! Ezekkel nincs nagy gond.
Aha, tehát ez volt az, amit ilyenkor lehet nagyon jó. Jó, csak tényleg közelebb kell menni egy kicsit, nem távolról izé szurkálni, meg ilyen hasonló. Aha. Az de rohadt jó volt, köszönjük szépen. Ez ennyi időbig lejön rólam ez az átok? Az fasza volt, köszönjük szépen tényleg. De nincsen több heal? Ja. Nincsen több heal. Mindegy, lehet, hogy nem is kell, mert azt még ott megpróbáljuk legyakni. Oké. Értem én. Értem én, hogy ez most nem úgy megy. Jaj, meg ne halljunk, basszus. Na, értem én, hogy ez itt most nem úgy be... lassabb a harc ebben a játékban, ellenben is benne van ugyanez a mechanika, csak ott nem használtál peri pajzsot. Igen, Buckler Shield, meg hasonlókat lehetett volna, ez tény és való, de én nem voltam az a típus, hogy itt perizgessek őszintén szólva, nem. Nem, én teljesen máshogy játszottam azt a játékot. Itt meg úgy néz ki, hogy ez egy kötelező szituáció, ami nem feltétlenül baj, csak hát nyilván ezt is meg kell szokni. Erre azt mondja, hogy interaktolunk. Oké, azt megyünk. A nyomom előre nem tud gyorsabban futni. Hogy fut ez gyorsabban? Szevasz, Zsolesz! Hello. Tippem szerint kb. Itt kéne legyen egy ilyen rest point, és akkor ott végre megnézhetnénk azokat a dolgokat, amiket így összeszedtünk, meg aktiválhatnánk, meg mit tudom én, az ablakban van ott? Vagy az... Hűha. Az ott egy rest point. Meg mi az a kék? Az színészek városa. Hát te ki vagy, mi ez? Valami lantos izégenyó. Figyelj, Zsolesz, én ilyenkor még semmit nem merek mondani. Rohadtul nem. Equipment upgrade. Figyelj, lehet, hogy ez egy oltári jó játék lesz, nem tudom. Gőzöm nincsen, de még egyelőre, amivel én bajlódom, az, hogy megszokjam ezt a peris mechanikát. Mert ezt ki lehet nyitni? Innen nem. Tehát ugye az Elden Ringbe se nyomtam a perit, tehát így... Nekem most még ez így teljesen újdonság. Aha. Ez hatalmas ötlet volt ezt... Igen. Ez hatalmas ötlet volt ezt szíjjelverni. Ott az ablakban jobb oldalt láttam amúgy valamit, amit felszedhetnénk. Ez itt, ez mi ez? Jó, le mászni. Mi a bánat? Nem néz ki amúgy rosszul a játék, meg tök fluid, meg jó fut, meg mit tudom én. Érdekes. De amúgy ti mit gondoltok róla? Tehát így az remek volt. Nem tudom mit vettem be, vagy mit csináltam, de valamit nagy sikerre megettem. Nektek eddig milyen?
Az ott lóg a levegőbe, vagy lehet? Le akartam ülni, igen, le akartam, majd le is fogok, majd. Ezt meg akarom nézni, mi van itt. Miért? De hát aktiváltam, nem? Mindjárt megyünk oda-vissza, ne aggódjatok. Lejjebb nem lehet menni? Nem is a... De biztos lehet lejjebb menni, mert ott van valami. Hogy lehet leugrani, vagy... Le lehet, vagy meghalok, ha itt leugrok? Meg mi? Biztos, biztos megmordelek. Azt nem merem megkockáztatni. Ja, mondjuk az igaz. Abba igazatok van. Jó, majd lejövünk ide később. Ezt nem merem megkockáztatni, ezt az ugrást. Tehát főleg így, hogy még itt... Ugye, azt mondod? Azt mondod, Zibokasi? Nekem a mai nap folyamán mindenképpen élveznem kell. Hát nézd, ez van. Figyelj, igen, az elején vagyunk, de még én sem tudom, hogy mit mondjak erre a dologra. Hát valami lesz. Valami lesz. Ezt a perit kéne tényleg megszokni, hogy ezt miként és hogyan. Reszteljünk egyet. Na, állítsuk be azokat a... Azt mondja, hogy a Path of Innovatorsnál volt a cucc, amúgy, az a Battle Mage Distraction. Hol volt az? Nem itt volt. Igen. Quilly, igen, már 13-4 éve lassan, már nem tudom, már lassan abba kell hagyni a számolást, mert fene se tudja követni. Van 20 darab pontunk, ezt most jól látom, 20 darab pont, és azt kéne elosztani? Minden további nélkül, abban a pillanatban. Ütőhangszereket, egy művészeti iskolában. Ó! Oh! Ezt látjátok, hogy az micsoda? Ez a Trump card. Ezt előveszed, egyből megesznek 3 macskát, meg legalább 2 kutyát. Ez a Trump card. Csak mondom. Na várja, ez... Hú, mit csináljak én most itt? Ez így... Igen, ez a zöld... Igen. De ő nem szívesen osztogatja, állítólag. Hát a fene tudja, basszus, melyik... Fizikapa... Jó, legyen ez. Bazd meg! Ja, oké. Tehát ezek már 20 pontba kerültek. Nagyszerű. Tehát akkor az nem az volt, hogy mennyi ponton van, hanem hogy az annyiba fog kerülni. Akkor jó van. Nagyon jó. Ezt úgy elkókányoltuk, mint annak a rendje. Jó, azt mondja, hogy hol volt? Itt lehetett level up-olni. Lehet még? Nem mi? Hát persze, hogy nem. Jó, confirm. És akkor hol lehet berakni azt, amit összeszedtünk? Gondolom itt a loadoutnál. Aha, ezek lesznek azok. Nagyon jó. Itt kellene, azt mondja, hogy Golden Dart. Funeral Slash. Ez nagyon tetszik, de csak a neve miatt rakom be, mert neve miatt. Ez nagyon jó hangzik. Samuelson... Aha...
Nézd már, hát beszarok. Oda van írva, hogy charging speed vivace. Hát gyerekek, ezek itt zenei kifejezések. Hát nagyon jó. Nézd, oda néz, charging speed presto. Nagyon gyorsan charge-ol. Nagyon komoly. Hát ez valami... Na jó, Golden Dart, és akkor rakjunk be például még egyet, be tudunk? Haló, most mi történik? Oda miért nem tudok berakni? Ha-hó. Na most a jó. Jó, azt mondja, Spear from Lancer. Jó. Melyiket rakjuk be? Hát, mit tudom én ezt, nem? Biztos jó lesz valamire. Oké, és akkor ide még valamit. Aha. Fatuo Pet. Ez lesz az. Ja, de ez bent van, basszus. Hát ez bent van. Hát rakjunk be egy ilyet is. Ez biztos jó. Oda egy olyat. Majd oda egy olyat. Meg legyen azért kék is. Úristen. Ezt. Úristen. Hát mennyi minden ez itt? Azért rakom be a pirosokat, mert a piros az erős. Ja, várj, az nem izé fatuó. Hát de most két fatuó. Ja, tényleg, az nem is az. Hát őrület. Ez kéne nekem, ez a preserv. Aha. Hát gőzöm nincs, hogy jó lesz ez így. Biztos, nem? Jó. Jó level up-olni, nem? Nem? Loadoutokhoz, nem tudom, nyúljak-e. De én csak ezzel akarok menni. Én csak a kettes loadouttal akarok menni. Miért a többinek mi a lényege amúgy? Gőzöm nincs egyelőre még. Ezzel például mit lehet csinálni? Semmit. Ez egy ilyen... Na. Atya világ. Hú. Tudod, az a legnagyobb problémám itt a legelején, és szerintem ez itt egy kicsit el van cseszve, jelenleg a játékos a legelején nem nagyon tudja, hogy merre menjen ebbe a játékba. Tehát nem fizikailag, hogy merre menjen, hanem hogy mit lenne érdemes kihozni ezekből a rólokból. Tehát, hogy mifelé menjek, érted? Tehát, hogy most akkor tulajdonképpen a másik, az egy ilyen két kézzel aprító erőember, ez meg akkor egy ilyen varázslószerű valami legyen? Vagy kísérletez, próbálgass? Hát persze, valószínűleg ez a terv, hogy valami ilyesmit kéne itt előadni, csak hát halvány, a gőzöm nincsen még az elején, hogy ez milyen szar lesz így. Pedig azért, hogy nem tudom, jó lenne tudni, hogy kb. Érted, merre felé menjünk. Mert így most itt találomra bebaszkurálom ezeket a bigyókat, aztán majd itt lesz valami, hát de ez így nem jó. Path of Assassination, tessék, hát fogalmam nincsen. Jó lesz-e? Na mindegy, most már vannak dolgaim, most már tudok mindenféle ilyeneket csinálni. Legyen szó itt bármiről.
Ja, hogy ez ennek töltődnie kell. Aha. Most az ott mit csinál? Az jön. Júj! Hú, van meg kutya! Kutya, kutya, hey! Aha, és akkor elvileg ott töltődnek a képességek. Várjál csak, ez itt mi ez? Nem tudom mi ez. Hát a kutyával, azt se tudom, hogy mit csináltam a kutyával konkrétan. Amit viszont már ennyi idő alatt azért lehet látni, hogy ez egy kicsikét lassabb a szitu, mint az Elden Ringnél, és ez szerintem, nem tudom, nekem szerintem egy kicsit úgy problémás. És ezáltal kevésbé tud olyan sodró lenni a játék, de attól függetlenül még lehet ez jó. Tehát ez... Egy tőrületesen nagy hangulat van amúgy a... Várjál csak! Nézzük már meg ezt a videót, hogy ez itt most mit csinál? Ó, de hogy ez volt az a képesség? Nem, ő most azzal van elfoglalva, hogy megeszik Springfieldbe a macskákat meg a kutyákat. Ne zökkentsük ki! Ne zökkentsük ki! Kell a content erre az évadra is. Hello! Na várj, ez velem van. Elképzelhető, hogy ez velem van. Juha. Ajaj, ez nagyon kellett nekem. Jaj! Mi ez a zene amúgy közbe? Jézusom! Jézusom! Hát vagy benn! Szerbusz, köszönöm szépen a 100-as csírt, hát... Hát igazán köszi. Nem úgy volt, hogy én ezzel megyek? Nincsen hozzá elegendő memória. 600 kell hozzá. Hát akkor ezt majd később. Egyáltalán ezt a fegyvert használom én? Nem is vagyok benne biztos. Várjál, a loadoutok... Aha, azon gondolkodom, mivel lehet amúgy fegyvert cserélni? Biztos, hogy nem ezzel. Nagyon jó. Mivel lehet ezt a fegyvert kicserélni? Ezzel az alsó tiző... Nem. Ja, ez az mi? Ez a... Az mi ez van? Mi? Lapát olyan. Fú, de... Mi a szar ez? Olyan, mint hogyha egy ilyen hatalmas egy evezővel. Egy ilyen hatalmas... Szerintem is ez méltó Lajoshoz egy... Olyan, mint egy ilyen... Hogy mondjam, egy ilyen Tesco-s Final Fantasy card. Tehát... Anya, a Temuro rendeltem egy Final Fantasy card, mutasd kisfiam, így néz ki. Gyönyörű. Hát ez ilyen. Azon gondolkozom, de ahogy látom, ez nem is fémből van, basszus, ez fából. Úristen, na jó. Mi a bánat folyik itt? Kezd egyre szürreálisabb lenni ez az egész. Mi ez? Már megint. De most éppen miért? Ja, most megint ide följöttem, mi? Uhú. Jó. Oké. Vagy menjünk el. Na ma! Már!
Hú, bazd meg, ez nem lesz jó. Hát ez lesz Lajos kardja. Ezt most már én ezzel a fakarddal mindenkit megölök. Hát de... De mi ez? Honnan ez? Büdös nagy fakarddal! Büdös nagy fakarddal írtam itt ezeket a falubelieket, hát... Na várjál, ő segít nekünk, vagy... Hagyni kéne őt? Lehet, hogy hagyni kéne, nem? Hogy azért neki menjünk. Ez fasza volt. Mi ez, meg is halt? Ja, mert annyit rávarázsoltam, mi? Annyit rávarázsoltam, fogta magát, meg is deglett. Hála az égnek amúgy. Nem sajnálom ezt a rengeteg varázslatot. Ott a jel a feje felett, kelleni fog a skill. GG. Mi volt a feje felett? Láttam, hogy ilyen arany, izé, akármi, de hogy most pontosan mi volt az? Hol van ez az orbitális nagy mulatozás? Ezek azok? Hello! Jaj van! Melyik volt az? Honnan? Ki lőtt? Honnan lő és ki lő? Az meg, nem látom, hogy honnan, meg fog halni. Ki a bánatos kutya füle lő? Mi az, ablakból, vagy? Sokkoló ez a zene amúgy közben, de... Valahonnan föntről. De ki? Ja, ott van fönt! Na jó, van, és ahhoz hogy megyek? Itt kéne fölmenni a rohadékhoz. És azt, hogy mégis hogyan? A kard is átváltott, mi? Várj, ez hogy volt? Hát már... Így, ugye? Azaz. Jó. Uha. Jaj, nem jó, nem jó. Rossz gomb, ne csináld. Ez drámai. Ez egyszer drámai ez a cucc. És nem... Na várjál, és még vannak, de hol? Júj, de nagy vagy! Jaj, de nagy vagy! Úristen! Az mi ez az állat? Ez hatalmas. Nem tudok fölmenni. Oda nem tudok fölmenni. Nem tudok fölmenni oda. De... Hát HP, persze nyomtam volna, de hát ugye az, nem tudom, hogy hogy lehet oda fölavászkodni. De tulajdonképpen ezek engem nem is támadnak meg. Én megtámadhatom őket, de... Ezeket nem kéne megtámadni? Ezek jó emberek?
Mint a delfinek a víz alatt, vagy... Most ezek vajon jó emberek, vagy nem, nem jó emberek, hogy... Kell beléjük a damage, vagy nem kell? Így van. Azok szervusz, kérlek. Most jó ember, vagy nem jó ember, vagy milyen ember? Hogy... Nem bántott, tehát végül is nem biztos, hogy kellene bántani, csak... Hú, srác, én nagyon sok mindent nem értek ebbe a játékba. Nagyon, nagyon sok mindent nem értek ebbe a játékba, hogy ez most hogyan meg miként? Most ezek vajon barátaink? Vagy ezek csak úgy léteznek? Vagy úristen, ennek sok HP-je van, nem jó. Hát ennek nem adtam meg, ami jár. Tehát szerintetek most ezek az emberek itt, ezek a, vagy nem tudom, emberek ezek? Vagy mik ezek? Szóval, hogy ezek a barátaink? Vagy ezek ellenségesek? Mert egy része ellenséges, a másik része meg támad egyből, a másik része pedig nem. Tehát, hogy ezekkel mi van? A barátaim voltak? A francokat. Dehogy, én nem ismertem őket előtte. Igazad van. Ebbe igazad van, szervusz, kérlek, csak azt nem tudom, hogy hogy találok oda, ahol az előbb voltam. Tehát, hogy... Ez erre volt? Ez az? Ez biztos... Nem, ez nem az. Hol haltam meg? Van térkép? Tényleg, van térkép? Karakter, loaded, inventory, compendium. Ez az? Vagy? Aha. Nincs térkép. Ez most valami új divat a Souls-like játékoknál, hogy nem rakunk bele térképet. Nem kéne ezt a divatot követni. Van meg. Nézd meg, ott döglődnek! Írtózatosan lassú ám amúgy ez a kard. Tehát ez... Nagyon-nagyon lassan lehet vele ütögetni. Jó, nagyot sebez, de szar. Tehát, hogy így nem... Nem egy flexibilis tudsz. Várjál csak, hogy erre voltam, ugye? Igen. Nem jó gomb! Várjál, oda lépünk neki. Oda lépünk neki, és hol volt a szól? Valahol itt, ugye? Ez volt az. Aha, meg is van. Jújjúj. Ebbe baj lesz. Miért nem engedsz healelni, te szemét? Na végre. Mi? Semmit nem lehet? Hogy ez ennyit? Ennyit izé támad a rohadék.
Na mi van? Nem igazán tetszett ez a buli, mi? Ha mondjuk ez se nekem. Na! Ja, rosszat nyomtam, nem a perit, basszus, de hülye vagyok. Aha. Jó, most kaptunk valami kulcsot, nem? Aha, valami kulcsot kaptunk. Nyomom álmazát, de... Nem ehhez jó? Hát, akkor biztos nem ehhez kaptuk a kulcsot, nem? Hát egy ás se tudja. Mi? De figyeljetek, hogy megyünk innen ki amúgy? Tehát, hogyha itt nem... Tehát itt fogunk meghalni megint. Várjál, lehet, hogy ez... Ha, tehát ezt nyitjuk a kulcsa. Oké. Okay. Ez egy nagyon furcsa játék amúgy. De komolyan mondom, tehát ez... Nézzek, és amúgy meg mennyire jól néznek ki amúgy ezek a dolgok, meg érdekes, meg mit tudom én. De nagyon fura. Tényleg rettenetesen fura. Itt valami volt amúgy, csak nem tudom, hogy mi. Valamivel itt lehetett interaktálni. Azt mondja, hogy Combat Rift. Nem tetszik ez nekem. És ezt mindenféle heal nélkül kövessük el. Hatalmas ötlet. Bravo, ez az, csináljuk, gyerünk! Jó. Nem lehet innen elmenekülni, vagy valami? Nem, mi? Lassan kiérünk a tutoriálból, ez az. Szuper. És heal az meg ugye nincsen már. Hát ez így állat jó lesz. Mi lenne, hogyha lokkolnám? Nem lenne rossz, nem? Vannak még? Vannak hát. Az mi az? Kutya majom. Nem tudom, ez most bor, vagy vér, vagy mi ez? Mondjuk ez heal nélkül hatalmas lesz, tehát ezt most mondom, hogy ebből baj lesz. Jaj. Meg fogok halni. Rohadtul meg fogok halni. Hílelni máshogy nem lehet? Bárhogy, akárhogy. Jaj, hogy még ez... Még tolod. Oké. Okay. Lehet bárhogy máshogy hílelni, mert itt el fogjuk ezt kókányolni ezt a dolgot, ez szinte majdnem, hogy biztos. Mert itt fönt mi van? Must? Ja, hogy ez must. Oké. Okay. Hát én nem tudom, hogy mi volt, de nagyon fura volt. Remélem, hogy kiértünk ebből az akármiből. Mert heal nélkül ez... Fú. Nem egy jó ötlet. Fölszedtem mindent? Kb. Ja, mert eltűnt a vér is, meg minden. Azt hiszem jók vagyunk.
talán. Várjál, hogy ez... Jó, nem működik. Jó van, rendben. Hát, vagy benne, nem tudom. Ahogy gondolod, nekem viszont nagyon kéne egy rest point. Hogy ne dögöljünk már meg csak. Ja, és most ki is nyílt ez a bigyó, mi? Ah. Csodás. Aha, ott már voltunk. Jó, megyek egy rest pointhoz. Azt nem tudom, hogy most itt mindenkit elagyabugyáltunk, akit el kellett, vagy... Már ez most kinyílt esetleg. Biztos, hogy vannak még itt a városban amúgy. Aha, innen nem lehet. Ja, valószínűleg a másik oldalról ezt nyitható, persze, csak próbálom fölmérni itt a szitut, hogy merre nem jártunk még itt a városkába, vagy mit néztünk meg mit nem. Mi? Jaj! Négyezer izénk van. Húzzunk szépen, de villámgyorsan visszafelé. Csak azért, mert költsük már el azokat a pontokat, mert az rohadt sok pont amúgy, szerintem. Ha még lehet, hogy a kutyát megöljük. Oké. Okay. Nem, hát ez rengeteg pont, tehát ezt el kéne költeni amúgy. Most azon gondolkozom, ezeket is megöljem még egyszer, és akkor az is több pont. Belefér, nem? Hát a péklapát nem volt jobb, tehát igazából nagyot sebzett, de a péklapát lassú volt, mint a szar. Csomószor nem tudom például bestánolni az ellenfeleket vele, mert mire ütök, addigra kétszer üt a másik, érted? Az nem egy jó buli. Jó, 4800, az igen. Na várjad. Azt mondja, hogy nézzük meg, hogy mit csináltunk. Biztos, ami biztos. A péklapát az erőset sebez, de lassú. Az tényleg egyértelmű, hogy baromi lassú a dolog. Jó, 17 van ebből. Jó, mehet a level up. Elementalist. Az mit is csinál az elementalist? Defense-re ad. Aha. Trickster. Stamina. Aha. Hát az se lenne rossz amúgy. Battle Mage. Hát figyeljetek, mit tudom én, ez így kávé, gondolom, hogy jó. Gondolom, hogy jó. Itt szerintem kevésbé kell ilyen, hogy mondjam, így nagyon elmenni egy bizonyos ágon. Vagy aztán, hát ezt a fene tudja. 17 van ebből, azt mondja, hogy... Aha, ezek már ilyen 20-asok. Hát mit tudom én, legyen ez. Nézzük meg ezt is. Ja, hát ezek már erősek, igen. Vagy hát sokba kerülnek. Jó, itt szerintem nem vásárolunk most, gyűjtögetünk a továbbia. Három loadout lehet könnyen variálni. Már itt föl lehet menni. És én még itt nem volt. Ja, nem is leszek. Várjál, lehet beszélgetni. Expressionless noggin of yours. Who, what, where,
Ő kérek szépen Pulcinella. Pulcinella. Hush, hush, my promising prodigy. Head for the castle atop the hill. Aha. Tehát a kastély felé kellene menni, ugye, abba az irányba. Jó. Jó, hát akkor irány a kastély felé. Van hill nálunk bőven. Tök jó. Ez csak így az XP kedvéért megöljük. Miért ne? Tehát föl a kastély felé. Az tulajdonképpen, hát mit tudom én, úgy biztos erre van, nem? Ezek itt táncolga... Ja, ugye ezek ilyenkor megvadulnak, értem. Jó van, nem baj. Megyünk erre felé. Jó legyél, Bartins, vigyázz magadra. Csak azt nem tudom, hogy ezeket például... Anyád. Jaj. Hogy ezek itt most már hárman vannak, mi? De mondom, hílelek! Na, úgy. Majdnem sikerült itt a tervünk. Most ez nyitható? Nem, ez se nyitható. Tehát... Erre viszont szerintem nem voltunk még. Ja, mint hogyha ezt a részt itt talán nem néztük volna meg. Elképzelhető. A fenéket ne... Nem, várjál. Szerintem itt a topogtatás lesz a... Igen, a megoldás. Ó, van meg. Jó. Igen, itt voltunk, és akkor menjünk erre föl. Nem lesz jó. Tehát valami oka van, hogy ide föl lehet jönni, de hogy innen hova... Várjál, oda be lehet ugrani szerintetek? Az lesz ott a megoldás? Hát rohadtul nem. Nem, te innen valahogyan biztos el lehet jutni valahova, csak... Halványleg őzekém nincsen, hogy hogy hova. Ide... Esetleg. De hát ez... Jó, hát arra meg biztos, hogy nem. Hát akkor mindegy. Akkor valószínűleg erre kéne menni. Jaj. Abban megy. HP-re meg nem figyeltem. Sorry. Valami támpont tök jó lenne, hogy hol is hagytam el amúgy a dolgokat. Biztos, hogy erre voltunk, igen. Oké. Okay. Jaj. Ja, hogy itt van valaki ám. A toronyba lehet-e dobbantani? Hát a kérdés jó. Pfú, nagy ötlet volt.
Ez a zene, ez halálos amúgy. Hát ez teljes őrület. Ó, az nem jó. Ette a zenétől, agyamat eldobom. Jó, valószínűleg erre kell jönni, nem? Igen. Sanszos. Jó, és le is ülünk itt szerintem resztelni egyet. Lehet level up-olni? Azt is lehet. Legyen ez. Na és itt van megint a lantos. A Pulcinella. Hello. Remekül hangzik. Jó, és itt lehet fejleszteni még a cuccot, de ugye nincsen elegendő izénk hozzá, így nem fejlesztjük, jó. Ó, hát ez egy boss fight lesz. Aha, jó, hát ez nagy kár, amúgy. Íban meg, nem volt jó. Csirke lábszopó, köszönöm szépen nagyon a rédet. Basszus, ezzel nem számoltam, hogy ez hármat üt ez a rohadék. Jó, ezt szerintem kezdjük ezt újra. Mert ebből balhé lesz. Legked cicalány, hello, hello. Szia, cito. Hello. Na, mi a helyzet? Hali, hali. Na várjátok, most akkor elfogyott az összes íz... nem baj, mindegy, amúgy se gond. Ja, hát itt van. Na ezt kéne itt valahogy ezért meg... répázni rendesen. De hogy... nyomtam, mint... higgyétek el, nyomtam, mint az állat. Hát most nem, de... nem, ebből baj lesz. Istenem, te! Hú, van meg, ez nem lesz így jó. Jó, kár volt elővenni ezt a másik kardot, de nagyon kár volt el... Na, látod, és itt érződik, hogy ez a kard, ez kutya fasza. Ez nem jó. Nem jó, lassú szar. De megpróbálom vele, de nem lehet mi ez stunnolni. Váltsunk vissza erre a másik kardra, szerintem jobb lesz az úgy mindenkinek. Az egy zseniális játék. Én ezt az Elótriát nézem most, hogy ez most így milyen vagy, mi ez vagy hogy van ez. Hú, van meg. De a peri az valami, fú, nagyon szarú megy nekem. Ahogy a mellékelt ábra mutatja. Inkább újra is kezdem ezt. Még egy-két pedig kellett volna break-hez. Aha. Meg lesz ez, csak...
nagyon nehéz az Elden Ring meg a Wukong után átállítani magamat, hogy itt gyakorlatilag szinte majdnem, hogy el is kell felejteni a dodge-ot, itt csak a peri. Ja, meg azért kellene dodzsolgatni, ilyesmi, csak az még hol vagyok? Hát, reflexből eldodzsoltam volna, de hát nem működött. Hát, engedjél már healeni, te szemét! Na végre. Azt még röhög is a rohadék. Elfutok healelni, jó? Na, ahogyni. Ezt nem kapta? Az egy kicsit tele van a tököm, hogy csinálunk egy posture break-et, vagy valami hasonlót, és utána újra kell lockolni az enemit. Ez borzasztóan frusztráló, idegesítő. Hát ez kuka. Hogy hívják ez? Az a neve, hogy Curtis? Zavecki. Hello, hello. Az a neve, hogy Curtis? Ah, is this a late addition? Welcome to our feast. Szemér szopom be. De hogy ezt miért? Pedig rohadjak meg, nyomom a izét. Figyeljetek, van valami ilyesmi, hogy nem tudom, mennyit lehet csak perizni egymás után, és utána már dodzsolni kell, vagy van valami ilyesmi? Mert hogyha van, akkor lehet, hogy azért cseszem ám el mindig. Mert próbálom jó ütembe nyomni a perid. Vagy csak szimplán izé balfasz vagyok. Most mi a fat? Nem ért be az a rohadt heal. Bazd meg. Ez a bajom. Ez a bajom. Tehát mint az Elden Ringben, amikor látom, hogy támadni akar, nem perizni akarok, hanem dodzsolni. És ez nagyon-nagyon nem jó. Cseszd meg. Tehát reflexből dodzsolok. Vagy dodzsolnék. Thank you.
Tehát az a baj, hogy ez... tehát stamina nem elég a Perryhez. Jó. Akkor ez a baj. Mert mondom, valamikor sikerül, valamikor nem, érted? Elderingben nem is kellett nézni a staminát. Volt elegendő. Akkor viszont dodge-olni kellene, nem? Akkor... Hát ez mondjuk nem sikerült. Na, most mi van? Hát, én ezt nem is értem. Nem. És ez szerintem nem egy nehéz boss, nem lehet egy nehéz boss, csak rohadtul nem érzem ezt a rohadt peris dolgot. Nagyon nem. Ritmus érzékem megvan, staminám nincsen, az a baj. Megint nem volt elég ez a stamina hozzá. Menj már honnan, bazd meg, hát healed! Jó. Hát most akkor muszáj enni egy ilyen malacos gumicukrot, mert máshogy nem megy. Na, legalább beért a heal. Esküszöm, hogy perisztem. Nem viccelek, tényleg. Ezt nem kellett volna tehát ilyenkor... Mi? Na jó van.
Jaj, de nem jó, nagyon nem jó, elcsesztem. Nagyon elcsesztem. Iszonyat elcsesztem, pedig nem lett volna rossz. Majdnem megvolt! Majdnem megvolt! Majdnem megvolt ez. Ó, meg lesz ez, most ha megvan a nyitja, hogy mit kell ez ellen a rohadék ellen izé tenni. Ja, erre már nem volt stamina, mi? Ász, de kár ezért, hogy ez nem ment be. Ez eddig legszarabb próbálkozás talán. Hát ezt újra kéne kezdeni, ez nagyon nem oké. De mennyi innen, légy szíves. Megvagy. És akkor megvan Curtis maszkja? Ha megvan. Leszedtük Curtis maszkját. Hihetetlen. Nagyon furi ez a játék amúgy. Nem mondom, hogy rossz. Meg azt sem mondom, hogy olyan elképesztően jó, de fura. Nagyon-nagyon fura. Eleve az egész style, ami szerintem nem rossz, tehát hogy jól néz ki, meg alapvetően tényleg így rendben van. Nekem a harc egy kicsit olyan, az olyan nehézkes egy picikét. Nem egy könnyű játék, az már most látszódik. Nagyon-nagyon meg kell szokni ezt a Perizs dolgot amúgy. Köszi srácok. Igyekszik az ember, csak nagyon, tényleg iszonyatosan meg kell szokni azt, hogy hogyan megy ez az egész, ami nekem speciál nehézséget okoz, de nagyon, az, hogy wow, hogy mi a fene, hogy egyszerre figyeljek arra, hogy
hogy a staminámat jól osszam be, és hogy közben még perizzek is, és hogy jó legyen, hát... Nem egyszerű. Nem egyszerű. Most nyilván lehet, hogy ennek a dolognak az lenne az ellenszere, hogy így írtozatosan fölküldjük a staminát. És akkor, mit tudom én. És akkor hajrá, és akkor addig toljuk, ameddig, mit tudom én. Ameddig lehet. Csak hát akkor meg... Az mi az? Várjál, mi lenne, hogyha resztelnék egyet, ha már itt van ez a cucc, és úgy mennék neki boldog-boldogtalannak? Nem? Nem jobb lenne? Curtis maszket tegyen be az alaphelyet? Tényleg azt mondjuk megnézhetnénk, hogy az milyen. Az hol is volt konkrétan? Hogy kellett azt, hogy... Várjál, hogy? És akkor hol van? Loadouts? Ez lesz az? Mask of Change. Hol lehetett azt? Hol lehetett berakni a másik maszkot, de komolyan? Ez annyira nem... Ja, hogy egy másik loadoutra menjünk rá? Aha. Nem vágom. LB vagy RT... Várjál. Hát ezek vannak. Egyelőre ezek vannak, és akkor itt hogy tudom a maszkot ezért váltani? Ez nem az. Itt hogy tudom a maszkod? Jó, csináltam? Mit csináltam? Jó. Ja, itt van tényleg, basszus. Oké. Ez az. És akkor ez mit csinál, Curtis? A status probably increases how I suffer more damage from... Igen, ez is... Aha. Biztos, hogy jó lesz nekünk ez a maszk? Nem vagyok benne teljesen biztos. Bár mondjuk egy level up-ot tolhatunk már. Jó. Vagy még egyet? Wow. Ennyit. Ne szórakozz már. Az lesz szám a karakter? Ojojojojoj. Jó van. Na és akkor itt vannak ezek az innovátorok. Vagy ahogy a Paksi Endre mondta, az innovált kutyák. Innovált kutyák. De itt melyiket kéne megszerkentyűzni? Ez biztos, hogy kell. Ez érzem, hogy ez kell nekem. És akkor itt voltak ilyen dolgok. Jó. Nem rossz. Ez mi is volt? 40? Mi? Hagyjuk már. Ez egyébe kerül. Jó. Legyen így a szitu. Na és akkor ennek most itt neki megyünk.
Ja, hogy ott a háttérben még varázsolgatnak. Leszel szíves megdögleni? Úristen! Milyen jól néznek már ezek a kreatúrák ki, basszus! Uha! Ez nem volt annyira kellemes. Na! Rohadtul tetszenek ezek! Ajaj! Az az egy baj van velük, hogy igencsak halálosnak tűnnek. Na! Van meg. Én ezt mire konkrétan legyilkolom, tehát... Vagy mégsem. Jó, néha jó ez a kard amúgy. Így most jó szerinted, Zibokasi, hogy most megsikerült álmodni a dolgokat? Na várjál, ott. Ja. Ja, várjál, interaktálni kellett volna vele, és akkor épp keresztül megy rajta. Most nincs berakva a másik maszk, ha kellene váltani. Egyelőre még nagyon-nagyon nem érzem, hogy lenne olyan szituáció, ami miatt úgy nagyon váltani kéne. Biztos, hogy lesz ilyen, tehát előbb-utóbb nyilván ez egy fontos mechanika a játékban, hogy így a maszkokkal szarakodunk, hogy most hol ezt, hol azt használjuk. Tehát nyilván erre megy ki a játék, tehát ez tuti fix, és lesz majd ez a pont, ahol vagy rákényszerít minket a game, hogy váltani kelljen, de egyelőre még ezt nagyon nem érzem. Wow. Na várjatok csak. Ott jön. Ja, igen, ez volt az a rész, ahol nem lehetett feljönni. Aha. Ahol az a kovács volt, vagy micsoda. És most elvileg lehet megint feljebb menni. Nagy a pofád, de igen, igen durván sebződsz. Nézd meg, ez konkrétan a Perivel sikerült besztánolni, hogy jól ugrottam, vagy mit tudom én, nem tudom. Érdekes. Baromi érdekes amúgy a koncepció, tehát nekem összességében ő tetszik, csak ez a Perizs dolog, én ezzel nehezen boldogulok. Pedig azt mondtátok, hogy ez Pite lesz. Jaj, mit csinálok, haló. Várjál, itt történik egy ilyen. Itt történik egy ilyen. Aha. Ajaj. Aha. Uhú. Hát, hogy ezt így hogyan, meg oda hogy kéne feljutni, hát nem egyszerű, na. Várjál, ha ezt itt megbingizem, akkor lesz itt ilyen. Jó. Hát én ezt nem vágom.
Aha, de várjál, várjál, visszafele menjünk. Itt is van valami? Úristen, mennyi létre. Jaj, várjál, itt is van egy ilyen... Hát itt is van. Jaj, majd be. Köszönöm szépen, nagyon ismét. Köszönöm szépen. Lassan mestere leszel basszus ezeknek az időzítéseknek, de komolyan. Várjál, hogy ott, oda fent, ott egy ilyen... Na várjál, az ott volt eddig is? Vagy ez most el fog tűnni ott? Na várjál, csinálok egy ilyet. Új. És akkor most megyek. Várj, hogy eltűnt? Ja, szerintem, aha, valószínűleg innen kell indulni. Azaz. Ide, ez az, innen indulunk. Úgy. Leugrunk. Úgy, itt egy. Azaz. Aztán futi. Mert... Itt lesz a... Mi lesz itt? Aha. Hát ennek annyira megörültem, hogy konkrétan nem tudok rá fölmenni. Hát ez... Jó. Mi a franc van ott, ami ennyire fontos lehet? Most már nagyon érdekel. Most már oda föl kell menni, kész. Nincs mese. Kész. Vége. Jaj, ne. Oké, ott az egyik, ott a másik. Most megyünk föl oda. Menjél már. Oké, jaj, le ne essünk. Oké, és akkor ott fog elvileg... Jaj, ne! Húban meg, ez nem lesz jó. Ne! Na jó van, de tényleg, hogy... Azt nem értem, hogy ez itt szembe miért van? Az hogy van? Vagy mint van? Vagy mi az? Az hogy lehet izé megbingizni? Ott is toppan csak egyet, csak úgy. Toppantok. Ja, aha, oké, így már érthető. Az elmés mindeneteket. Akik ezt kitaláltátok, ezt a fejtvényt. Jó, remélem valami bitang jó dolgot vettünk fel. Nagyon remélem, hogy valami bitang jó dolg. Ki? Ja, hogy itt harc van, csak nem vettem észre. Oké. Harmonia Amplifier. If it isn't my number one fan. I must confess, his name has spread far within these lands. His reputation carried atop the wings of the bard. Ever the ruffle, sought to make merry of his pocket's little escapades. When he had time to spare, hát ez... Annyira nem tudom hova tenni ezt a játékot. De tényleg... Érdekes meg minden, de hogy valahogy... Hogy, hát... Nem tudom.
nagyon fura nekem ez az egész környezet is, tehát hogy ilyen jaj. Uha. Hát fura, bárhogy is nézem. Na jó van, figyeljetek, ez alapján, amit így eddig láttatok belőle, egy kb. Milyen, vagy hogy tetszik, vagy mit gondoltok róla, hogy jó, de azért az igazán jó, az nem ilyen, vagy mi a meglátás? Mert szerintem ez így mára ennyi. Ebből legalábbis.